Közvetlenül a romok mellett dolgoztak, a Hunor kutató csoportot támogatták a túlélők kiemelésénél. A részletekről dr. Pelek Sándor orvos ezredest, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központjának mellkassebészeti főorvosát, és dr. Mérai András alezredest, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ rehabilitációs osztályvezető főorvosát kérdezzük. Jó reggelt, uraim! Jó reggelt kívánok! Köszönjük szépen, reggelt, hogy bejöttek hozzánk, és hát nagyon szépen köszönjük, azt gondolom, hogy sokak nevében az áldozatos munkájukat. Katonaorvosként milyen feladat tárult vagy hárult önökre a mentés során, és mennyire speciális az a fajta tudás, amivel önök rendelkeznek, és mennyire tudták hasznát venni a kinti munka során? A mi tudásunk tulajdonképpen egy hosszú folyamat eredményeként alakult ki egy olyan szintre, ami most ezen a rövid misszión került felhasználásra. Engedjék meg, hogy ebbe a körbe elmondjam, hogy most március 8-án lesz 20 éve az, hogy a magyar egészségügyi kontingens először lépett Afganisztán földjére, ahol a magyar katonegészségügy egy nagyon szép teljesítményt nyújtott. Az elmúlt évtizedekben ez letisztult, és azt a tudáshalmazt, amit összeszedtünk két évtized alatt, mi azt tudtuk eredményesen alkalmazni. És hogyan képzelhetjük el a munkájukat, amit odakint végeztek? Nagyon összetett a válasz, ahogy az ottani helyzet is rendkívül összetett volt. Kezdve azzal, hogy körülbelül 4 óránk volt arra, hogy összekészüljünk a parancs megkapásától, kezdve egy repülőgépen kell lennünk, úgyhogy nem számítottunk semmire. De ezt megszokták már, gondolom, tehát hogy több ilyen bevetésen vettek már részt, úgyhogy ez ilyenkor gyorsan megy önöknél. Természetesen igen, csak most mégsem egy hadi helyzet közepette voltunk, amikor valamennyire számíthattunk volna erre. Folytatva ezt utána a megérkezésünkkel, a logisztika kiépítésével, a Hunor segítségével, illetve ő általuk elsősorban. Tulajdonképpen az ő munkájukat segítették a háttérből. Így van. A kimentett áldozatok osztályozása, elsődleges ellátása, elbírálása, további sorsának a megítélése volt a feladatunk. Katonaorvosként egyébként más jellegű kiképzésen vagy más tudással bírnak, mint a hagyományos orvosok, amit ott kint jobban tudtak hasznosítani? Talán a flexibilitás, tehát az alkalmazkodó képességünk talán intenzívebb, mint egy civil szférában dolgozó kollégának, de szerintem ugyanaz a tudásszint, ami minden más orvos birtokában van. Voltak olyan esetek, vagy van olyan tapasztalás, amit a későbbiekben esetleg be tudnak építeni? Rettentően sok. Tud példákat mondani? Például az, hogy mik azok a szükségletek, amik egy ilyen nem várt helyzetben nem számítottan előfordulnak. Gyakorlatilag azt kell elképzelni, hogy minden ember által teremtett infrastruktúra akkor gyakorlatilag 72 órára megsemmisül. Igen. Tehát, ahogy szoktuk mondani, gáz, víz, villany, nincs távközlés, nincs, semmi nincs. Tehát nem azt kell elképzelni, hogy összeomlottak a házak, és akkor jött a rendőrség, jött a mentő, mert megsemmisült a rendőrség, és megsemmisültek a helyi kórházak, tehát minden megsemmisült, és ebben a helyzetben kellett magunkat elhelyezni, ez volt az első feladatunk. Önök nagyon sok mindent láttak már a hivatásuk alatt. Van olyan szituáció, ami még önöket is meg tudja viselni, vagy önök is, mint ahogy mindenki elmondja ezen a kanapén, hogy gyakorlatilag ilyenkor arra fókuszál, ami a feladata, és semmi más nem számít, csak hogy segíteni tudjon. Igen, nagyon érdekes és jó kérdés, mert én is gondolkodtam az egész missziónak a lényegén, hogy mi ennek az üzenet. Ugye mi többféle szakképesítésre rendelkező sebész emberek vagyunk, és ezekben a szituációkban küldetéstől függetlenül ezeket a szuper specializált tudáshalmazokat hátra kell dobni, és valóban vissza kell térni az orvoslás gyökerejéhez, tehát orvosként kell, nem szakorvosként, hanem általában orvosként kell viselkedni és dolgozni. Mondok egy egyszerű példát, ami nekem a legmegrázó volt, egy egyéves csecsemőnek a kimentése. Én nagyon ritkán találkozom ilyen pici méretű emberekkel, rendkívül nagy a pszichés tartalma, és szakmailag is nagyon nehéz. Ugye mások a méretek,
nekem elég nagy kezeim vannak gyakorlatilag, mint egy két kezem akkora, mint egy gyerek, és mondjuk egy ilyen picinek a véna biztosítása is ebben a környezetben rendkívül nehéz. Tehát, hogyha mondjuk egy gyermek intenzív osztály mondjuk itt Budapest szívében, ott minden adott hozzá, tiszta a gyermeknek a bőre, jó a megvilágítás, ügyeskező kollégák állnak ott, és nekünk abban a szituációban kell megoldani minden olyan kérdést, ami nekünk is szinte akkor lehetetlen. De a csoport tevékenység mindig áttöri ezeket a bizonytalansági falakat. Döbbenetes, amit átéltek, és biztos, hogy sokáig fogják még ezt magukban hordozni. Nagyon szépen köszönjük, hogy befáradtak hozzánk, megtiszteltetés volt önökkel beszélgetni. Köszönjük, hogy meghívtak bennünket. Köszönjük.